It's Corner Limit. Gábor Fiatasai. Bentos Folda. See you guys in Taichental. See you in Taichental in Germany. See you in Germany. Így köszöntötte a csapatvilágbajnokság nemzetközi rajongóit a magyar motocross válogatott. Német Kornél, Firtosvári Gábor és Svoboda Bence lesz az, akik képviselhetik idén hazánkat a sportág olimpiáján, a nemzetek rosszán. Minden évben összejönnek egy hétvégére a világ legjobb crossosai, hogy eldöntsék, melyik ország a világ motocross nagyhatalma. Az elmúlt években az Amerikai Egyesült Államok szinte legyőzhetetlen volt. Az évek során eddig 22 győzelmet szereztek. Rajtuk kívül a belgák, a franciák, az olaszok és a tavalyi győztesek, a németek számítanak még esélyesnek, akik ráadásul hazai pályán motoroznak idén. Minden csapat három versenyzőt nevezhet, és a motorosok összeadott eredményeik után születik meg a végeredmény. A motorsportban rendkívül ritka az ilyen értékelés, ezért is kap akkora figyelmet minden évben a nemzetek rossza. Itt minden motoros a hazájának szerez dicsőséget, nem önmagának. A magyar csapat körül óriási idén a felhajtás. Most először sikerült egy nemzetközi szinten ütőképes alakulatot összetenni a szakág vezetésnek. Német Kornél a hűvös profizmust képviseli a csapatban, Firtosvári Gábor az ígéretes újonc karakterét testesíti meg, Svoboda Bence pedig a robbanékonyság és a harciasság szimbóluma. Gyerekkoromban nagyon nagy élmény volt, amikor az ilyen nagy nevekkel, mint Ricky Carmichael motoroztam, és igazából szerintem is a fiataloknak, akik ilyen olyan országokban valók, mint mi, ami úgy kicsit így el van nyomva, azoknak nagyon nagy élmény ilyen srácokkal menni. De mindenképpen ugye reprezentálom az országot, és ez egy nagy dolog. Ebből a magyar összeállítási csapatból én vagyok a legfiatalabb, pontosabban 18 éves, úgyhogy még majdnem azt mondhatni, hogy tojás van a fenekemen, de félig a felnőtt korban vagyok már benne. Ezekkel a srácok, akikkel mentem már EB-n, illetve más külföldi versenyeken már sikerült összemérnem a tudásomat, úgyhogy néhány ember, illetve a mezőny nem lesz nagyon ismeretlen, annyi, hogy maximum a tempó az egy kicsit gyorsabb lesz, de hát megpróbálunk alkalmazkodni hozzá. A második Off Nations versenyre készülök. Az első 2009-ben volt Oroszországban. Mentem volna többre is természetesen, csak ugye sérült voltam. Nagyon örülök ennek a szezonnak, hogy így összejött, így a végére, és hogy ilyen formában várhatom a versenyt. A mostani verseny sokkal többet szeretnék kihozni magamból, mint 2009-ben. Eltelt azóta egy pár év. Talán tapasztaltabb is vagyok, többet mentem külföldön, komolyabb eredményeket értem el. A csapat nagyon jó. Szerintem az utóbbi 10-15 év egyik legjobb csapata. Stabilnak kell lennünk, és szerintem akkor talán ki tudunk hozni egy olyan eredményt, ami talán még nem is volt. A 2013-as csapatvilágbajnokságot adásunkkal egy időben rendezik meg Németországban, a Taichentali pályán. Jó jel, hogy mindhárom fiú versenyzett már ott korábban, szóval egyáltalán nem lesz számukra ismeretlen a közeg. Egy elég trükkös pálya, az ember sokszor azt hiszi, hogy nagyon gyors és mégis lassú rajta, ami csak ilyen nyomválasztásokból adódik, tehát van úgy, hogy az ember választ egy jó nyomot és mindjárt egy másfél másodpercet tud hozni. A pályát azt beszántják körülbelül egy méter mélységben vagy fél méter mélységben, szóval a nyomok lesznek a bőségben. Az ugratok rögtön kanyar után vannak, tehát a motornak jó kell, hogy ki tudjunk gyorsítani, illetve nagyon nagy kell, hogy legyen a kanyarsebességünk. Remélem egy jó technikás és ugratós pálya fog elkészülni, és hát reméljük feküdni fog nekem. Mentem két német bajnokságon és egy világbajnokságon, ugye ott szereztem én az első VB pontjaimat, ez egy szép emlék. A pálya az nagyon nehéz volt a világbajnokságon, de abszolút teljesítető, és szerintem az első két vagy az első edzések után rá lehet érezni majd úgy, hogy a versenyen lehetőleg jobb formában motorozunk. A nemzetközi média már is imádja a fiúkat. A legnevesebb külföldi portálok tették közzé a fotóikat és bemutatkozó kisfilmjüket. Ugyan nem ők a legesélyesebbek, de a lelkesedésükkel produkálhatnak egy olyan eredményt, amire az egész ország büszke lehet. Az MX1-be fogok indulni, ez általában a legerősebb kategória szokott lenni. A tempom az ebben az évben az én úgy gondolom, hogy rendben van, nagyon gyors vagyok, szerintem nem voltam még soha életemben ennyire gyors. Ami a startokat illeti ott nem tudom, hogy miért, de valamiért az meg rosszabb lett, mint valaha életemben, úgyhogy igazából ez a célom a startokon egy kicsit javítani ebben a két hétben. Úgy gondolom, hogy bárki foghat egy rossz napot, vagy bárkinek lehet szerencséje, vagy éppen nem szerencséje, ott kell versenyezni azon a napon, aztán meglátjuk, hogy akkor ott azon napon ki lesz a jó.
Az MX2-es kategóriában fogok menni, és valószínűleg most lesz a legerősebb mezőny itt mint az elmúlt három évben. Hát kemény ellenfelek lesznek, Tomek, Roxanne, Herlings és a többiek. Szóval mind VB-s és amerikás srácok, akik nem kicsit húzzák a gázt és lendületből motoroznak. Megpróbálok helytállni, de igazából nekem nagyobb céljaim is vannak ezzel az egésszel. Azt szeretném, ha a csapat is bekerülne, és én is. Természetesen ez lenne a legnagyobb ajándék és legnagyobb cél nekem. Úgyhogy ezért hajtok, ezért edzek még az utóbbi pár napban, egy hétben, ami még itt hátra van. Úgyhogy remélem, oda tudom tenni magam 100%-osan, és egy jó hazai sikert tudhatunk magunk mögött. A magyar motocross válogatott felkészült a nagy megmérettetésre. Németországban nem csak a hazájukért fognak motorozni, hanem a rajongóikért is. Egy internetes felhívásra ugyanis sok motocross barát ajánlott fel anyagi támogatást a csapat számára. Innen már nincs visszaút. A fiúknak a szívüket is ott kell hagyni a pályán. A következő adásunkban megmutatjuk a nagy verseny legszebb pillanatait.